Ingyenes kardiológiai vizsgálaton vehetnek részt azok, akik a november 25-i vizesgálán indulnak az úszóversenyek valamelyikén. A gála szervezői ezzel szeretnék felhívni a figyelmet a sportorvosi vizsgálatok fontosságára. A sporttevékenység az a fizikai aktivitás, és olykor versenyhelyzetben az a plusz stressz, az egy trigger, egy szikra a beteg szívnek arra, hogy például egy hirtelen szívhalál esemény lépjen föl. Előfordul sajnos 35 év alatti fiatal sportolóknál is. Ezeket sajnos látjuk és halljuk, mert tudjuk, mert ők ott vannak természetesen az érdeklődés középpontjában, de az előfordulási gyakoriság abszolút száma, az körülbelül 3-4 per 100 000 sportoló. Annak a valószínűsége, hogy egy 35 év fölötti master sportoló hirtelen szívhalált halljon, az ennek a valószínűségnek az 500-szorosa. Dr. Merkeli Béla két fronton is érintett ebben a témakörben, hiszen ő maga is master sportoló, stábunknak büszkén mutatta a Masters vízilabda világbajnoki ezüstérmét, amelyet tavaly nyert meg a budapesti vizes VB-n. Dr. Merkeli Béla volt az az orvos, aki néhány éve megmentette a világbajnok Szívos Márton életét. A vízilabdázó egyébként azóta is játszik, és a vizes gálán is lehet vele találkozni. Amíg a 35 év alatti sportolóknál nagyjából veleszületett szívbetegség, vagy szívizombetegség, billentyűbetegség a legfőbb oka a hirtelen szívhalálnak, addig a 35 év fölötti sportolóknál a koszorúérbetegség. Tehát rá kell fókuszálni a koszorúérbetegségre.